A Duna és a hozzá hozzátartozó mellékfolyók, így a Tisza vízminőségének javítása is a cél. Ehhez a különböző vízügyi szervezeteknek 2022 év végéig kell nemzetközi összefogással kidolgozniuk egy programot. Az úgynevezett IDESZ projekt elsősorban az árterek kezelésében szükséges feladatokra fókuszál az árvízi védekezés, az ökoszisztéma javítása, a folyók hordalék szállítása csak néhány azok közül, melyek meghatározzák a vizek minőségét. Például a Tisza mentén igen hangsúlyos ö, ö, Probléma az, hogy ugye, mióta töltések közé került a folyó. Azóta ugye a hordalékot a folyó csak ezen a szűk területen tudja letenni, ugye ez árvízbiztonságot is ö, csökkenti, de ugye ez nem csak az árvíz szempontjából ö, jelenthet kihívást. Ugye ugyanúgy a ökológia, ugyanúgy a a egyéb tényezőkben is hangsúlyos lehet. A program részeként meghatározzák azokat az ökoszisztéma szolgáltatásokat, melyek jelen vannak vagy bevonhatók az árterekbe. Ilyen egyebek mellett az ártéri gazdálkodás, a horgászat, a vadászat, a hajózás, a rekreáció vagy a természetvédelem. A későbbi feladatokat ezek érdekében kell majd elvégezni. Ilyen feladat lehet például a töltés áthelyezés. Azáltal a hullámtéri területet növeljük, ezáltal akár plusz ökoszisztéma szolgáltatások is kerülhetnek a területre, például úgy, hogy egy olyan területen helyezzük át a töltést, ezáltal növeljük a hullámteret, ahol eddig erdők voltak csak. De ezáltal ott lehet, hogy egy legelőtt hozunk létre egy füves területet, ezáltal a legeltetés ismét hangsúlyossá vált, például erre példa a bivajtói terület. A növényszabályozás, az invazív fajok visszaszorítása, a hullámtéri területek művelése a főcsatornákon vagy holtágakban asszályos időkre a víz visszatartás kialakítása, mint cél és feladat. 2022 végéig ki kell dolgozni egy stratégiát, az abban meghatározott feladatokat tesztelni kell, hogy a jövőben az országok el tudják dönteni, milyen eszközöket használjanak a Duna és mellékfolyói vízminőségének javítása érdekében.